Dunafer, építők, Paris Saint-Germain, Schaffhausen, és amíg hozzáteszem azt, hogy férfi kézilabda, akkor azt hiszem, hogy ki is találják már a kedves nézők, hogy ki a hosszabbítás vendége. Császár Gábort köszönhetem itt a CKKS-e újdonsült sportigazgatóját a stúdióban. Szervusz, köszöntelek! Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Itt van egy tekintélyes lista, ami egyébként nem teljes. És most nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt Cegléden, de adott a kérdés. Mi volt számodra Ceglédben a kihívás? Hát először is üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Ebben a ceglédi projektben igazából azt hiszem, hogy majdnem minden kihívás volt számomra. Kis visszamennék az időben, mert az én életem gyors fordulatot vett, mivel még élő szerződésem volt Svájcban, a Zürichen. Igen, amikor jött ez a sérülés, aztán még egyszer meg kellett műteni, aztán egyik reggel felkeltem és mondtam a feleségemnek, hogy jöjjünk haza Magyarországra. Aztán akkor otthonkeresés, óvoda, hasonlók, még mindig nem vagyunk a végén, aha, de már elköltöztünk. És ha az időrendi sorrendet tartani szeretném, akkor már a házat úgy nagyjából kinéztük, hogy hova szeretnénk menni. Amikor felvettem a kapcsolatot a kis Robert elnök úrral, a ceglédi klubból, és ismertük egymást. Van egy közös szálunk, aki valószínűleg ő információt is szerzett, bár ezt még sose beszéltük így ennyire ki, arról, hogy én milyen terveim vannak, és hogy jövünk haza. Így indult valószínűleg akkor ez a ceglédi kapcsolat? Én azt gondolom, hogy igen, hogy közös barátunkkal beszélt, és aztán utána felvettük a kapcsolatot, és azt kellett, hogy mondjam, hogy nekem, amit ő felvázolt, az nekem nagyon tetszett. És ez nem arról volt szó, hogy egy ilyen Paris Saint-Germain-es költségvetéssel majd itt a világ legjobbjait most idéntől be tudjuk húzni. Mégis valahogy meg tudott nyerni magának, úgyhogy le a kalappal az ő munkájára. És elmondta, hogy mi volt az elmúlt pár évben, milyen nehézségekkel küzdöttek, azt is felvázolta, hogy mik a tervek, és igazából én nagy örömmel csatlakoztam ehhez az egészhez. Megjelentem egyszer én is itt májusban, amikor Abonyban volt egy Sziget-Szent Miklós elleni mérkőzés, és akkor megnéztem az épülő csarnokot, a projektet, voltam az irodában, átbeszéltünk mindent, és tulajdonképpen akkor meghoztam én is a döntést. Hogy mondjam, én úgy érzem, hogy nekem nagyon sokat kell most tanulnom ebben a szakmában is. Egész életemre ez lesz valószínűleg jellemző, és én a karrieremben is ezt követtem. Szóval nem a kényelemben igyekeztem benne maradni, hanem kerestem mindig az új kihívásokat, az új lehetőségeket. És én ezt egy ilyen állomásnak tartom, ezt a Ceglédet. Az, hogy ez most egy hónapig, három évig, vagy esetleg egy örökké valóságig eltart, ezt én még nem tudom, most nem látom egyelőre. Az biztos, hogy nekem nagyon tetszik a munka. Az tuti, hogy vannak nehézségek. Az is biztos, hogy ez a város ez egy szuper hely, nekem nagyon tetszik. És én még a régmúltamból, amikor még a Dunaferben játszottam a Cegléd ellen, ez most visszamehetünk 10 éveket. Inkább 10 éveket, igen. Akkor én emlékszem, hogy milyen volt itt játszani ellenfélként. És bennem ez megmaradt. Szóval amikor beszéltünk arról, új csarnok, és én nekem már van egy vízióm, hogy itt teltház lesz, az emberek majd imádni fogják, megörülnek érte, viszont ezt valahogy el kell érnünk, és ezt eredménnyel tudjuk majd elérni. Cegléden mindig nagyon-nagyon népszerű volt a kézilabda. Azt a 20-t én azért mondtam, mert én még emlékszem annó, hogy itt azért mi az építőkkel, a Fotexen, a Veszprémmel még x-eltünk, és kapitulált itt a Szeged 21-22 évvel ezelőtt, most a pontos évszámot azt nem tudom. Nagyon pazar csapat volt akkor, azóta is nagyon lelkes a szurkolótábor, és nagyon várjuk már, hogy ez a csarnok elkészüljön, és itt valóban hazai környezetben játszhassunk, bár én azt hiszem, hogy a fiúk már Abonyban is otthon érzik magukat. Júliusban azt nyilatkoztad nekünk egy híradóanyagban, hogy fontos a stabilitás megteremtése a háttérben. Mire gondoltál? Mindenre. Igazából
Ez most egy nehéz helyzet, szóval amikor én az elnök úrral, Kis Roberttel beszélgettem a projektről, akkor ugye az is kérdés volt, hogy megéri az NB1-be felmenni most, várni esetleg NB1-t, a két cég közül melyiket lehessen választani. Én természetesen sportemberként én mindig szeretném azt, hogyha elérünk valamit, akkor azt utána menjünk tovább, csináljuk. Azt beláttam, hogy ez nem egy egyszerű döntés, és nem is egy egyszerű helyzet. Viszont ezért nagyon sokat kell tenni, mert mi most éppen egy 3 éves projektben gondolkodunk. Én azért vázoltam ezt a 3 évet, mert ez a fajta egy kicsit kapkodó csapatösszeállítás, ami most május végén, júniusban dőlt el, hogy akkor NB1. Ilyenkor azért a játékos piac az nem egy telített dolog, szóval az nem lehet csak úgy szemezgetni abból, hogy most ő jön ide. Én azt gondolom, hogy elképesztő jól jöttünk ki ebből a dologból. Találtunk, csak magyarok alkotják a csapatot, tele van fiatalokkal, akikben benne van a lehetőség, de ez a lehetőség, természetesen ezt majd akkor látjuk, hogy ki jön-e, amikor majd jönnek a tétmérkőzések. Parancsolj! És emellett én azért szeretném ebbe a 3 évbe gondolkodni, mert nem akarom azt a stresszt, most már azt a nyomással együtt élni, vagy vinni, minden nap cipelni, mint egy Mikulás a nagy zsákját, hogy mi van, ha kiesünk. Kiesünk. Akkor utána már tudjuk, hogy kik azok, akikre lehet számítani, kik azok, akik előre tudják vinni a szekeret, és a 3. évre pedig egy középerős NB1-es csapat színvonalát szeretnénk megcélozni. Megválaszoltál a kérdésemmel, ez lehet volna, hogy mi a 3 éves tervnek a vége? Ez lenne a vége. Az, hogyha esetleg mi most ebben az évben bemaradnánk, az egy extra teljesítmény, és azt gondolom, hogy benne van a pakliban, de az is benne van, hogy nem sikerül. És azt gondolom, hogy a sportban, aki már játszott, az tudja, hogy nem csak azon múlik, hogy most a játékosok, nem csak ezen azon múlik. És visszatérve a másik háttér kérdésre, itt rengeteg meló megy, és rengeteg ember dolgozik, úgy látom, azért, hogy a financiális része is rendben legyen. Természetesen ne áltassuk magunkat, ez pénz kell ehhez a profi sporthoz. Szóval ezt össze kell szedni valahogy. Mi elindulunk az úton, és itt a Cegléd és Cegléd környékét én nagyon szívesen bejárom bárhova, vagy bárkiért, azért, hogy itt az utánpótlástól kezdve a felnőtt csapatig ez a ceglédi kézlabda stabil lábakon álljon, és hát úgy látom, hogy nagyon sokan szeretnének ezért tenni, és nagyon bízom benne, hogy tenni is fognak. Mennyi a helyismereted már Cegléden? Mennyire igazodsz el már a városban? Nem vagyok egyszerű helyzetben, mert Párizsban, amikor éltünk a családommal, akkor tudtam azért, hogy a Notre Dame-nál és az Eiffel Toronynál, hogy a környékén nagyjából mi van. Itt nekem minden utca egyelőre még hasonló, de nem azért el vagyok. Szóval az iroda az ugye a központ, az iroda ott van a központ mellett. Nagyon tetszik, ez a Szabadságtérnek hívják, ugye, ahol a két templom van, és hát úgy kezdem úgy felszedni magam az infókat. Nekem igazából az egész csapatot is meg kellett, és még egy kicsit jobban meg kell ismernem, mert azt már látom, hogy ki nagyjából milyen típus, vagy milyen ember, szinte mindenkivel én tárgyaltam itt a nyáron már, szóval ebből sok minden kiderült számomra. Egyetlen egy dolgot nem tudok még, hogyha jön a téthelyzet, akkor kinek mennyire lesz a gatyája. És hogy ez a csapat mennyire tud majd összeállni, de ebben is abszolút bizakodó vagyunk. Biztos vagyok benne, sőt, tudom, hogy nagyon sokszor megkaptad már ezt a kérdést, de azért olyan jó lenne elmondani azt, hogy mondjuk irányító szerepkörben a cégek színeiben Császár Gábor pályára lép. Szóval fogsz-e pályára lépni? Nem. Nem? Úgy néz ki, most jelen áll lesz. Nem szeretnék, az igazság, nem szeretnék. Hát mi építjük a csapatot, most ha egy kicsit úgy érzem, hogy hoztunk egy szakembert, egy mentális, hogy a mentális dolgok is rendben legyenek a csapatnál, mert én abban hiszek, az elnök úrral egyetemben, sőt mindenki azt hiszem egyetért ezzel, hogy ez egy fontos dolog. Én ebben játékos koromban is nagyon-nagyon hittem, úgyhogy egy elképesztő jó szakembert tudtunk megtalálni,
találni, vagy ide csábítani, aki nekem, én dolgoztam vele együtt, és nagyon jó kapcsolatban is voltunk, és vagyunk is azóta. Úgyhogy ezt a dolgot mi szeretnénk rendbe tenni. Viszont azt gondolom, hogyha vele beszélgettük ezt a dolgot, hogy én értem ezt a pszichológiai részét a sportnak, hogy ez mivel jár, és mivel, vagy mik járhatnak a fejekbe. A különböző karaktereknél is azt gondolom, hogy ezt értem, hogy mi van. De mégsem vagyok pszichológus sem, és coach sem, szóval nem tudom azért ezt a munkát átvállalni, és ebben egyet kellett, hogy értsek, hogy ezt nem nekem kell csinálni. És valahogy így vagyok most a játékkal is, hogy ez itt nem az én feladatom. Én nagyon szívesen segítenék, nagyon szívesen játszanék is még, de egyszerűen nem érzem azt, hogy nekem játszanom kellene. És ha meg már kaki van a levesben, ha szabad így fogalmaznom, ha már egy nehéz időszak van, azon meg már, bocsánat, de akkor meg már úgyis nem tudom. Szóval én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy soha nem fogok pályára lépni, hiszen egy hete is, vagy másfél hete is Székelyudvarhelyen a régi válogatottakkal pályára léptünk, és én nagyon izgultam. Hú, nagyon izgultam. Komolyan, mert egy éve nem fogtam labdát. Aha. Lementem a srácokhoz itt is, hogy passzoljak egy kettőt, hármat, mert tudom, hogy amúgy elszállna a vállam egyből. Nagyon izgultam a térdem miatt is, meg minden miatt is, és egy óriási élményt kaptam, és még a játék is tetszett. De mégse jött az az érzése a meccs után, hogy hú, hát akkor most már minden nap edzeni kellene újra. Én azt gondolom, hogy én már dolgoztam eleget játékosként, és sokkal jobban érdekel most ez a szakma, és esetleg még más munkák is ezen belül. Záró gondolatként, vagy kérdésként vetem fel azt, hogy hogyan érzed, hogyan sikerültek a főpróbák, gondolok itt az edzőmérkőzésekre, és most már az úgymond kötelező olvasmány első fejezete, az itt van a nyakunkon, Gyöngyös Cegléd 3-án. Így van, így van. Én alig várom, megmondom őszintén. Nagyon jól alakult a felkészülés a csapatokkal, akikkel játszottunk, majdnem minden mérkőzésünket megnyertük, de azért volt közöttük jó pár NB1B-s, amivel semmi baj nincs. Sérülések, hála Isten, azt mondom, hogy súlyosabb sérülések nem voltak, viszont voltak olyan játékosok, akik 2-3 hetekre kidőltek. Ez is benne van, erre is úgymond készültünk, meg úgy állítottuk össze a keretet, hogy ez elbírja ezt esetleg. De ez egy teljesen más időszak jön most, szóval ezt még talán a Skalicki mester mondta régen, szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy amíg az edzőmérkőzéseket úgy képzeljük el szerintem, hogy itt erre az asztal, ami mondjuk 20 centire van a földtől, a másik asztal 20 centire van a földtől, és egy lécen át kell menni egy A-ból B-be, az ember röhögve átmegy rajta. De ha ugyanez a távolság, ugyanez a feladatkör, mondjuk 100 méter magasan a két nagy épület között, akkor már szerintem nem mindenki indul el egyből. És hát ez jön most. Meglátjuk, hogy ez a csapat hogy reagál a tétre. Pontosan. Meglátjuk, hogy ez mit hoz ki kiből, kire hogy lehet számítani. Természetesen bizakodó mindenki, ezért dolgoztak, nagyon keményen dolgoztak a fiúk, azt kell, hogy mondjam, az edzőbával egyetemben szépen fel van építve, viszont azt tegyük hozzá, hogy 8 új játékosunk van, sok fiatal játékos van, mivel fel kellett tölteni azt a bázist, ami itt volt játékosokban, és az nem megy egyik hétről a másikra. Úgyhogy ehhez még valamennyi idő kell. Gyöngyösen nyertünk edzőmérkőzést. Annak ellenére, hogy 7-tel vagy 6-tal vezettek már a fél időben a Gyöngyös. Ez azt mutatja, hogy valami van ebben a csapatban, van erő, tartás, bármi. Viszont ebből meg nem lehet kiindulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki kíváncsian várja azt, hogy milyen íze lesz ennek a pudingnak, és hogy fog ez kinézni, ha már ezt a példát hoztuk, és izgatottak vagyunk, meg hát ez is egy ilyen furcsa helyzet, hogy szinte az összes mérkőzésünket idegenbe játsszuk, hogy majd a csarnok, ha kész lesz, akkor minden héten tulajdonképpen remélhetőleg teltház előtt produkáljanak a srácok, és hát nyilván nekik nagyon nagy támogatás kell, hogy ők is érezzék ezt a szeretetet, mert én ezt a helyet úgy látom Ceglédet, hogy itt ebbe bele lehet szeretni, és itt lehet ragadni. Úgyhogy én ezt kívánom minden játékosomnak. Ennél jobb zárszó nem kell. Köszönöm szépen, hogy nálunk jártál. Jó munkát, gyere máskor is. Köszönöm.